A korábbi területi beosztás helyett a hétvégén rajtoló bajnokságban erősorrend szerint alakított ki két csoportot a női amatőr NB1-ben a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. A nyíregyházi kosársuli az elmúlt szezonban elért eredménye alapján az erősebb, piros csoportba kapott besorolást 13 másik csapattársaságában. Több rivális gárda élvonalbeli klub második együttese, így meglehetősen nehéz meccsek várnak Farkasinszky Gyuláné fiatal csapatára. Majdnem két hónapja készülünk, lejátszottuk azokat az edzőmérkőzéseket, amik úgy gondolom, hogy szükségesek voltak ahhoz, hogy a csapatnál lássuk, hogy milyen úton haladunk. És igazából, hogy ez a társaság, ez nagyban hasonlít az előző évekhez, építjük be ugyanúgy a fiatalokat, a juniorok ugye azok már lényegesen több mérkőzésen vannak túl, vagy nekik már egy selejtezőt meg kellett vívniuk, hogy az országos 12-es főtáblára fölkerüljenek. Az NB1-jel pedig játszottunk már két mérkőzést, a Debrecen ellen, egyet a Szolnok ellen, tehát úgy gondolom, hogy azokat az előkészületeket, amire szükség van, azt mi megtettük. Aztán nekiválunk a hétvégén a Pécs elleni mérkőzésnek. A nyíregyháziak legrutinosabb játékosa Farkasinszky Orsolya anyai örömök miatt kihagyta az előző szezonnai részét. A center bízik abban, hogy a fiatalok segítségével elérhetik a középmezőnyt a piros csoportban. Nagyon pozitívan várom ezt a bajnokságot. A tavaly évben ugye a fiatalok nagyon sokat játszhattak, sok játék lehetőséghez juthattak, nyilván többek közt azért is, mert nem voltak ugye az idősebb és rutinosabb játékosok. Én ugye márciustól tértem vissza, de azért az sem olyan forma volt, ami meghatározó lehetett volna. Reméljük, hogy ebben az évben azért ezt fogjuk tudni majd bizonyítani, legalábbis én a saját részemről. A fiatalok pedig azt gondolom, hogy mellé fogják tudni tenni azt, amit kell. Nyilván nincsenek azért jó ábrányaink, tehát arra nem vágyunk feltétlenül most ebben az évben, hogy egy háromban végezzünk, de egy középmezőnyt megpróbálunk megcélozni, remélhetőleg sikerülni is fog. A nyíregyházi kosársuli Peasz Pécs Pingvinek mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Szent Imre Gimnázium csarnokában. A további párosítása következő Ajka Tatabánya, TFS-e Vasas Akadémia, csatadélyese DVTK U23, Kecskemét, Pinkese, Dávid Kornél Akadémia Sziget-Szent Miklós és Debrecen Eltebeasz Újbuda.